A letartóztatott férfinak a bűnügyi felügyeletét jelen cselekmény előtt az ellene emberölés büntette miatt folyamatban lévő másik büntetőeljárásban az elsőfokú bíróság elrendelte és előírta, hogy lakóingatlanát nem hagyhatja el továbbá a bűnügyi felügyelet szabályainak betartása céljából a terhelt mozgását, nyomon követő technikai eszköz alkalmazását is elrendelte a bíróság. Az ügyészség indítványa szerint a férfi 2023. július 13-án az esti órákban a bűnügyi felügyelet helyéül szolgáló ingatlanát elhagyta, majd a bűnügyi felügyelet betartásának ellenőrzésére szolgáló mozgáskövető technikai eszközt, abból a célból, hogy az ellene emberölés büntette miatt folytatott büntetőeljárás alól kivonja magát, az utcán egy késsel levágta, és azt egy bokor alá rejtette. A férfi ezt követően egy Szolnokra tartó távolsági buszra felszállt, és Szolnok irányába közlekedett, majd mivel a nyomkövető eszköz eltávolítását a rendőrség észlelte, az esti órákban a 4-es számú főúton a rendőrjárőrök elfogták. A férfi szökésén túlmenően a járási ügyészség azért is indítványozta a gyanúsított letartóztatását, mert előéletére figyelemmel fennáll vonatkozásában a bűnismétlés veszélye is. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírója a férfi letartóztatását elrendelte.